Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ennek a műsornak az a címe, hogy Sebő 68. Nincs belőlem 68, csak azért lett ez a címe, mert akkor kezdődött el ez az énekelt vers pályafutásom, és az az év egy különleges év volt minden szempontból. Számunkra, akik akkor építész hallgatók voltunk, egy nagyon érdekes táborozásnak az emléke is fűződik 68-hoz, ahol Aquingumban bolgár, szerb, lengyel és német diákokkal a tábortűz körül énekeltünk. Többnyire az ő népdalaikat, mert még akkor nem nagyon tudtunk magyar népdalokat gitárkísérettel játszani. Hát innen indult el a vágy, hogy legyen ilyen is. Kezdtünk bele, mi is Halmos Bélával, és aztán követőink akadtak bőven. Amit láthatjuk itt a koncerteken már a negyedik generáció muzsikája a népzenét. És nagyon érdekes bizonyítékát adta annak, hogy a benszülött kultúrával is lehet szórakozni, nem muszáj mindent külföldről megvásárolni. Most viszont énekelt vers műsort adunk ezen a lemezen, ezen a 68-as lemezen, amit úgy mondhatnám, hogy népzenei hatások is vannak benne, de nem lenne teljesen pontos, mert több annál. A népzene az, az énekelt vers műfajt hozza ide ebbe a mi korunkba, de a népzene maga is sokszínű, sokféle, az elmúlt évszázadok zenetörténeti hangulatét is közvetíti felénk, és én inkább azt mondanám, hogy ilyen historikus forrásokból merítve éneklem én ezeket a dalokat, amelyeknek a lényege természetesen a szöveg. Ahogy a népdalban is a szöveg a lényeg, nem a dalolás. Annak csak jónak kell lenni, de a szöveget meg kell értenünk, azzal üzenünk, és ezek a költők is megérdemlik, hogy a verseikre odafigyelünk, ezért igyekszünk a zenével nem nagyon rátolakodni a szövegre. Na most akkor eljátsszuk ezt a bizonyos Aquingumi hangulatot, amit 1968-ban az Interstudex tábor kedvéért írtam. Az volt a célja, hogy együtt tudjuk énekelni, de számomra azért is egy mérföldkő ez a dal, mert a szövegét is én írtam, és itt lesz számomra világos, hogy más szövegírók után kell néznem. Köszönöm, nagyon jó.
történelemmel néha a körtők is játszanak, néha eljátszák, mint ők egy régebbi kornak lennének a szószólói. A következő vers is egy ilyen, Babits Mihály szerenádja, még a címe is ilyen régi eskedő, azt mondja, a szerenád, melyben a költő kedvese szépségét dicséri, és saját szomorú bújdosásait és egyéb bánatait igen keserüli. Na, már a modor is ilyen régies, de ez szinte a mintája lehetne annak, hogy hogyan arhaizál egy költő. Hallgassanak meg egy őszi verset, nem sokára itt a nyakunkon. Az a cím, hogy Waltz Trist, az a szomorú valcer vagy keringő, Vörös Sándor verse. Ez volt az, amit elküldött Kodály Zoltánnak, abban a reményben, hogy hát, ha megzenésíti ezt is, mint az Öregek című versét megzenésítette. De Kodály meglátta, hogy háromnegyedben van az egész, a német zenét nem népszerűsítünk. Úgyhogy ezért rám maradt a megzenésítés felelőssége. Bocs.
régi zenei hangulat után most következzék egy vidám forgatós. Nagy László versét fogjuk énekelni, már akik éneklik. Az a szíve, hogy az én szívem játszik. Kezdjék ismét néhány Vörös Sándor vers. Ezekről is mondhatnék mindenféle népzenei dolgot, de ezeket csak zavaromba szoktam mondani, mert igazából nem ezen mondani való, hanem az, amiről vers szól. Hát azt kell meghallgatni. Ezek azok a költemények, amelyek az lett rá bélyegezve, hogy ezek gyerekversek. Hát nagyon jól tudjuk, és már ezerszer elmondta mindenki, maga a költő is, hogy ő nem gondol gyerekekre, amikor ezeket írta, ezek ritmus gyakorlatoknak volt számol, ő kipróbált ezzel bizonyos fordulatokat, bizonyos metrumokat. Hát persze aztán közben értelmes szövegek lettek belőle. És mivel a zene az nagyon erős bennük, hát a gyerekek természetesen nagyon szeretik. És az nem is nagyon baj, hogyha ilyen jó minőségű szövegeket tanulnak meg a gagyi helyett, mert azt később is tudják hasznosítani. Kis versek a szélről. Yeah.
messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. Jancsi mosogat, Kati az úr. Sejhol folyóba, sok a hal valóba, Dunába, Tiszába, se szerint, se száma. Sejhaj vadonba, kivirít a bomba, keményre, kerekre, a bora ne szedd le. Laj, 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 laj. Sándor mindig azt mondta, hogy a gyerekeknek nem kell külön verseket írni, mert ők csak kicsik, nem pedig hülyék. És azt is, hogy ő nem szereti az olyan verseket, ahol úgy megmondják az embernek, hogy mossál fogad, meg legyél jó, meg fogadj szót. Tehát ilyen tanulságokat szoktak elhelyezni ezekbe a gagyi gyerekversekbe. De itt azért ő se úszta meg, mert itt van egy tanács a végén. Ugyebár a fiúknak szól, hogy a lányok erről sose szabad futni. Ez a mai fiatalságnak is egy üzenet Vörös Sándortól.